Ez a Világnézet a mikrofon mögött, Nagy Jonatán Imre, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A mai vendégünk pedig Magyarics Tamás, Amerika szakértő, az ELTE Emeritus professzora. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! A mai nap alkalmával pedig Kissingerről fogunk beszélni, hiszen tegnap elhunyt Kissinger 100 évesen. Elég nagy hagyatékot hagyott azért maga mögött. Mit lehet tudni Kissinger életéről? Kissinger köztudottan Németországba született, egy zsidó családba, és onnan vándoroltak ki az Egyesült Államokba, amikor ő a 10-es évei közepén járt, és ott New Yorkba folytatta a tanulmányait. 43-ban kapta meg az állampolgárságot, de ugyanabban az évben az amerikai hadseregbe is szolgált. Németországba került, és ott főleg a egyfajta hírszerzési feladatot látott el német hadifoglyokat és egyéb embereket képezett ki. Visszatérve a Harvard Egyetemre került, és ott nagyon szép karrier futott be. Ott doktorált, a doktori disszertációk a címe a helyreállított világ volt, Metternich és Kasseré diplomáciai tevékenysége elsősorban 1810-1820-as évek elején, és aztán a másik nagy feltűnés keltő könyve, ez annyira nem keltett nagy feltűnést Amerikában, azért a 12. század elejé diplomáciai mondjuk bonyodalmakkal kevesebbet foglalkoztak. 1957-ben jelentetett meg egy könyvet a nukleáris háborúról, és ebbe tulajdonképpen azt írta le, hogy egy úgynevezett korlátozott nukleáris háború elképzelhető, tehát akár az úgynevezett hadszintéri vagy hadászati rakéták bevetése elképzelhető egy háborúban. Már ekkor is különböző politikusoknak adott tanácsokat biztonságpolitikai ügyekben, elsősorban Nelson Rockefellernek, aki hát nagyon közismert családból származott, politikus volt a republikánus pártban, és aztán utána pedig alelnök is volt később a Ford adminisztrációban. De tanácsokat adott hivatalosan, félhivatalosan a Kennedy adminisztrációtól kezdve gyakorlatilag a élete végéig a különböző elnököknek. Valaki összeszámolt, hogy 12 elnöknek adott tanácsot az utóbbi bő fél évszázadban. A fordulópontot az életében azt jelentette, amikor 1968-ban a elnökválasztás után Richard Nixon, aki hát érdekes módon Nelson Rockefellernek az ellenlábasa volt a republikánus párton belül, miután megválasztották, meghívta a nemzetbiztonsági tanácsadójának. Ezt a posztot 8 éven keresztül töltötte be, és 1973. szeptembertől párhuzamosan volt nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter is. Először természetesen a Nixon adminisztrációban, vagy Nixon lemondása után, 74. augusztus után pedig a Ford adminisztrációban. Utána nem töltött be hivatalos állásokat soha az amerikai adminisztrációkban, de, vagy korábban említettem, tanácsot adott függetlenül, hogy demokrata vagy republikánus elnök volt a Fehérházban. Megalapította a saját tanácsadó cégét, a Kissinger Associates-et, és hát ezen kívül számtalan testületnek volt a tagja. 73-ban különben megkapta a béke Nobel-díjat a vietnámi háború lezárása miatt, és legutolsó pillanatokig még idén is meglátogatta többek között Kínát, ahol által kb. 100-szor járt, és mindenhol természetesen úgy fogadták, mint az egyik legbefolyásosabb ember a világon, annak ellenére, hogy hivatalos posztot nem töltött be, de amit mondott és amilyen tanácsokat adott, annak az is súlya volt mindig.
Hogyan emlékszik vissza egyébként Kissinger a német éveire? Tulajdonképpen ő félig-meddig átsiklik annak ellenére, hogy, hogy a német éveiben azért már megkülönböztetés leeső fizikai atrocitásokra is került ott, ahol lakott. Ő bajorországi Fürthbe született. Érdekes módon különben, vagy nem annyira érdekes módon, élete végéig tartott kapcsolatot szülővárosával, és a helyi labdarúgó csapatnak, a Greuther Fürthnek a tiszteletbeli elnöke volt. De ugyanakkor az is érdekes az ő megítélése, vagy mondjuk az élet útjánál, hogy a zsidóságnak a kérdése különösebben nem izgatta. Tehát mondjuk az oroszországi zsidó kivándorlás semmilyen humanitárius mondjuk okból vagy szemszögből nem nézte, ez is egy politikai kérdést látott, sőt egy üzbeki is jelentette, hogy abban az esetben, hogyha üldözik, vagy üldöznék a zsidókat Oroszországban, tehát a Szovjetunióban, az humanitárius ügy is nem az Egyesült Államoknak az ügye, és egy nagyon fontos disztinkció, mert ő klasszikusan az úgynevezett reálpolitikának volt a elkötelezett híve, Metternichen, Bismarckon, Palmerstonon, Kasserén úgymond iskolázva, és mindent az Egyesült Államok érdekén keresztül nézett, tehát ebben a kérdésben sem úgymond a származási vagy a bármilyen érzem nem nagyon vezette számára. Ez vagy politikai kérdés, hogyha még nem volt az, akkor azzal nem nagyon törődött. Említette, hogy számos iskolában azért kiemelkedett az ő tudásával. Hogyan talált rá Nixon, és hogyan találtak rá utána az Egyesült Államok elnökei erre a hatalmas koponyára? Hát természetesen a Harvard Egyetem az egyfajta hát kertetője volt, és még maradt is a legjobb szakértőknek sok területen. Általában például a Harvard Egyetem végezze az első helyezett egyetemek rangsorában a világon, de itt nem csak a természettudományokról van szó, hanem a társadalomtudományokról is. Ahogy mondtam, amikor Harvardra került, hihetetlen munkabírása volt, rendkívül éles esze, átfogó gondolkozása, és hát nyilvánvalóan a Harvard Egyetemen nagyon sokan vannak olyanok, akik a tehetséges fiatalokat felkarolják, beajánlják különböző helyekre. Ahogy korábban említettem már, Nelson Rockefellernél kezdte a pályafutását, úgy mondom, mint a politikába, de hát a tehetségére és a könyveire, cikkeire felfigyeltek nem csak a republikánus, hanem a demokrata oldalon is, a Kennedy Fehérháznak is tanácsadója volt egy ideig, és hát nyilvánvaló, hogy a munkássága, előadásai, kapcsolatrendszere az egyetemek általában nem csak arra szolgálnak, hogy valaki szakmai tudást szerezzen, hanem az egyik legfontosabb helye a úgynevezett társadalmi tőke megszerzésére, és Amerikában híresen fontos az egy helyen végzetteknek egyfajta összetartozása, az úgynevezett alumni, tehát a végzetteknek a közös valami fajta szellemi platformja, és hát Kissinger rendkívül ügyesen ezeket a társadalmi kapcsolatokat is kihasználta, és hát természetesen úgymond nem volt ez elég, hanem értető tehetségesnek is kell bizonyulni ehhez, mert nagyon sokan vannak azért, akik a Harvarddal járnak, de nem lesznek külügyminiszterek, vagy komoly pozíciót nem törtek be később.
Kissingernél az érdekesség az volt, hogy nagyon ügyesen ötvözte az egyetemi karriert, hiszen hát tudományos életben is azért nagyon elismert teoretikus munkákat tett le az asztalra, és ezt a gyakorló politikusságot is, ami nem annyira megszokott, mert általában külön szakták választani meg kettőt, illetve a politikusok Amerikában is, de máshol is általában kicsit gyanakúak az egyetemi emberekkel szembe, idézőjelbe a köldöknéző bölcsészekkel és egyebekkel szembe, akik esetleg nem politikusi aggyal, fejjel gondolkoznak, és esetleg olyan politikákat javasolnak, ami politikailag, szakmailag megfelelő lenne, de politikailag nem megfelelő, de hát Kissinger ezt a kettőt tudta ötvözni, tehát elfogadható volt a politikai vonalon is, és ugye akkor pedig hát nyilvánvalóan az egyetemi pedigréje is makulátlan volt. Amiről talán leginkább emlékezetes Kissinger, az a Kína politikája. Mit kell tudni Kissinger Kína politikája, és a hidegháborús környezetbe végzett tevékenységéről? Kissinger az első között volt az, aki legalábbis nyilvánosan kiárta mellett, hogy a világ már nem az a kétpólusú világ, amit a világháború után sokan feltételeztek, tehát nem egy fekete-fehér, illetve szabad világ Egyesült Államokkal és kommunista tömb Szovjetunió vezetésével, hanem több hatalmi központ alakult ki, így a Szovjetunió mellett a Kína, és ő és sokan mások észrevették, hogy az a kommunista a monolitikus tömb, ami egykor létezett, amikor a 40-es évek végén, 50-es évek elején, az felbomlott, és Kína és a Szovjetunió már inkább egymás vetétársai és versenytársai, és nem pedig partnerei. Másodszor nem csak a katonai vagy geostratégiai módon vérte felfedezni azt, hogy a több pólusú lett a világ, többek között gazdaságilag Japán és Nyugat-Európa is már jelentős tényezővé vált. Harmadszor úgy gondolta, hogy az Egyesült Államoknak a saját kárára nem szabad Kínát semmibe venni. Az Egyesült Államok 70-es évek elejéig Tajvant, illetve a kínai köztársaságot ismerte el a kínaiak legitim képviselőjének, és ennek megfelelően a kommunista Kína a hivatos elismerését többek között az ENSZ-be mindig megvétózta, hogy 1 milliárd embert nem lehet egyszerűen kirekeszteni a világból. Negyedszer észrevette azt, hogyha az Egyesült Államok javítani akar a pozícióján többek között a Szovjetunióval szembe, akkor ennek egyik útja az lesz, vagy az lenne, hogy Kínával valamilyen modus vivendit talál, és ketten együtt lépnek fel, úgymond a szovjet hegemon törekvések ellen. Tehát ezek a gondolatok voltak azok, amelyek nem csak őt, hanem Richard Nixont is motiválták. Nixon volt különben az, aki a Foreign Affairs egy 1968-as számában kiállt amellett, hogy Kínát valamilyen módon integrálni kell a nemzetközi közösségbe. Tehát amikor Kínáról beszélünk, igen, Kissinger volt az egyik teoretikus ennek a nyitásnak, viszont Nixon legalább ilyen módon úgymond felelőse ennek az egész kérdésnek. És ötödször pedig, aztán említettem korábban, hogy Kissinger 100 körül utazást tett Kínába, rendkívül nagyra becsülte a kínai stratégiai gondolkozást, és mondjuk azokkal a korabeli vezetőkkel, elsősorban az akkori miniszterelnök Chuan Lai-jal nagyon sok mindenbe közösen gondolkozott, illetve közös meglátásaik voltak a stratégiai, hosszú távú stratégiai
kérdéseket illetően, és ez besült a kínaiakba, hogy nem egyszerűen csak rövid távú taktikai kérdések érdeklik őket. Ennek egyik példájaként megemlíti az emlék iratában, hogy amikor először tárgyalt Kínában, az amerikaiak mindig attól tartottak, hogy ez a fajta nyitás a kommunista Kína fele meg fog fenekleni Tájvan ügyében, és amikor sörmentén felhozta Tájvan kérdését, akkor Falun Gong Lai, a tárgyaló partnere, egyszerűen csak nagyon elhessegett az egész ügyet azzal, hogy hát Kína tud várni, 100 év ide vagy oda nem számít, Tájvan előbb-utóbb a miénk lesz, úgyhogy jelen pillanatban sokkal fontosabb dolog van, mint Tájvan kérdése, ez nyilván a Szovjetunió volt, és hát ennek megfelelően ez a potenciális sűrös kérdés az elhárult az amerikai-kínai együttműködés felől. Az elmúlt években, amikor Kissinger megszólalt különböző fórumokon, azt azért a magyar sajtó is lehozta, emellett ugye publikált például a Foreign Affairs-be is. Az elmúlt években hogyan látta Kissinger az orosz-ukrán háborút, ezeket a mozgolódásokat, amik most a világpolitikában zajlanak? Rendkívül realisztikusan fogta föl, tehát nem ideológiai motiváltságból, mint mondjuk a Biden adminisztráció. Világosan látta, hogy ebben a háborúban kompromisszum kell, tehát az nem lenne megoldás, és nem megoldás, hogy mondjuk adott esetben mindahogy ilyen pillanatban a Biden adminisztráció és sok nyugati kormány gondolja, hogy Ukrajna arasson győzelmet, itt nem lehet győzelmet aratni, Ukrajnának is engedni kell, és ezt Kissinger világosan megmondta, akár területi kérdésbe is az oroszoknak. Egyik fontos megállapotása mindig az volt, hogy ahhoz, hogy az ember eredményesen tudjon felépni a nemzetközi életbe, akkor ismerni kell a másik oldalnak a gondolkozásmódját, érveit is, és hát ilyen módon Kissinger az orosz biztonsági érdekeket is figyelembe veszi ennek kapcsán. Többek között mondjuk azt, bár ő azt nem mondta, hogy abban az esetben, hogyha Ukrajna a euróatlanti integráció megtörténne, tehát gyakorlatilag belépne a NATO-ba vagy az EU-ba, akkor Moszkvától 400-500 kilométerre amerikai fegyverek, rakéták jelennének meg, ami az oroszok számára nyilvánvalóan elfogadhatatlan, és ő ezt akceptálja. Ugyanígy mondjuk a balkáni táboruknál is az ott a véleménye, hogy az amerikaiakat nem kellene ott beavatkozni, mert évszázados vitákat nem lehet kívülről eldönteni. Tehát ő egy olyan megközelítést alkalmazott, hogy hideg fejjel világosan felmérte azokat a tényezőket, amelyek az egyensúlyhoz, vagy valamifajta olyan stabilitáshoz vezetnek, amely legalábbis egy ideig biztosítja az adott térségnek a békét vagy stabilitását, és hát az ideológia alapú támogatásokat, beavatkozásokat általában mindig elutasította. Milyen a megítélése most Kissingernek? Ahogy az amerikai történész mondta, Douglas Brinkley, tegnap a halála után, hogy több ellensége volt, mint barátja. Elsősorban, hogyha a megítélését nézzük, az amerikai úgynevezett mainstream, főáramú liberális sajtó, és történészek és politológusok nagyon kritikusan viszonyulnak hozzá, és nem csak ők, hanem mondjuk a keményebb baloldaliak is. Egyesek akár háborús bűnösnek is tartják. Mondjuk Vietnám, Kambodzsa bombázása, Chile, Argentína és egyéb ügyek miatt. És főleg Amerikában azért
nem nagyon emlékeznek sokan jó szívvel rá, mert Kissinger egy majdnem évszázados, vagy talán mondhatni évszázados amerikai mítosz kezdett ki, méghozzá azt a mítoszt, hogy az Egyesült Államok mint állam a nemzetközi életbe egyfajta különleges szerepet tölt be olyan szempontból, hogy még a többi államot elsőbb az érdekek vezérelik és irányítják, addig az Egyesült Államok érték alapon folytatja a külpolitikát, mondjuk ennek példája a demokrácia export országoknak a mondjuk kioktatása a különböző ügyekbe. Kissinger egyszerűen úgy gondolta, hogy az Egyesült Államok ugyanúgy érdekből politizál, mint minden más ország, ami így is van, és ezeket a mítoszokat, ezt a mondjuk a retorikát elhagyta, és hát emiatt sokan nagyon kritikusan gondolnak rá, hogy az amerikai úgymond identitásnak ezt az egyik alappillérét bizonyos szempontból megkérdőjelezte. Isten nyugosztalja sokáig, és nagyon szépen köszönjük Magyar Tamásnak, hogy fogadta a hívásunkat, viszont hallásra.